A mai napon a vallások és a gazdaság kapcsolatáról beszélünk. Nem először, és minden bizonnyal nem is utoljára, hiszen végül is a Mária Rádió hallgatói számára nem csak maguk a gazdasági ismeretek a fontosak, hanem az, hogy ezek milyen összefüggésben vannak hitvilágunkkal. Azt is tudjuk, hogy a mi katolikus keresztény hitvilágunk csak az egyike a világon létező vallásoknak, amelyeket az emberek követnek. Igaz, látni kell, hogy a világ 7 milliárdnál is több emberénél azért legalább 6 milliárd egyértelműen valamelyik vallás felekezettel azonosítja magát, tehát, hogy így mondjam, a vallás mindenütt szerepet játszik az emberek életében. Eléggé sajnálatos és szomorú tény, hogy a fejlett országokban szorul vissza a leginkább a társadalomban. A közgazdászok, társadalomtudósok mindig is érdeklődtek az iránt, hogy vajon az egyik ország mitől lett szegény, és mitől gazdag a másik. Természetesen adódna az a válasz, hogy attól, hogy kedvezőek a feltételei. Van bőven természeti kincse, érce, anyaga, esetleg jó föld területe, termő területe. Hát azt is alig ha lehet tagadni, hogy a népesség maga is szerepet játszik az egyfőre jutó GDP alakulásában, hogy egy-egy országban hányan élnek, ha sokan, akkor a még oly meglehetős nagy megtermelt érték is sok emberre oszlik el, és így egyfőre kevés jut. Márpedig általánosan ebben mérjük, hogy gazdag vagy szegény egy ország, a GDP per egy fő mutatójában. Az olajban gazdag, viszonylag kis népsűrűségi arab országok például benne vannak az egyfőre jutó GDP tekintetében az elsők között, holott, ha azt nézzük, nem a világ élvonalába tartozó gazdasággal rendelkeznek iparral, de hát maga ez az egy természeti kincs és a kevés létszámú lakosság lehetővé teszi a magas GDP értéket. Vannak azonban a sor elején olyan országok is, amelyek a kedvező adottságok egyikével se bírnak, és mégis fejlett a gazdaságuk. Például Japán népsűrűsége hát meglehetősen nagy, azon a viszonylag kis földterületen 100 milliónyi ember él, természeti kincsekben valójában szegény, és mégis élen van. Hát mi akkor az oka a nemzetek gazdagságának? Tudjuk jól, hogy a Adam Smith közgazdasági könyvének a címe, ahonnantól kezdve, amelynek a megjelenésétől kezdve számítjuk a közgazdaságtant, mint tudományt, a nemzetek gazdagsága, a Wealth of Nations. Hát akkor most gondolkodjunk el, hogy ténylegesen mi az oka a nemzetek gazdagságának. Voltak, és vannak is olyan elgondolások, hogy talán azok az országok fejlődnek az idők során a leggyorsabban, amelyeknek nagyobb kihívással kellett szembenézniük. Például a váltakozó évszakokkal. Hát ez jellemzően a mérsékelt égő éghajlata alatt elhelyezkedő országok esetében áll fenn. Kopácsi Sándor, jeles magyar közgazdász, azt az elméletét fejtette ki, hogy minél nagyobb volt az idők során a kihívás, annál nagyobb ösztönző erőt jelentett ez az emberi találékonyságra, és ez az igazi forrása a gazdagságnak. Ennek következtében jellemző módon az északi országok fejlettebbek, mint az egyenlítő környékén élők. Legalábbis összességében és általánosságában. Viszonylag könnyen találtunk továbbá kapcsolatot, különösen a modern korban, amelyet úgy hívunk, hogy a tudománykora, a népesség tanultsági színvonala és a gazdasági eredmények között. Magas oktatási színvonallal valójában hamar érre lehet törni. Nem kizárólagos faktor ez a gazdagságban, tehát gazdaság gazdagságában, de fontos tényező. Svédországban például a 20. század elején
mindössze 1% volt az analfabetizmus, Magyarországon meg 40%. Hát ugye ez óriási különbség, és Magyarország, lássuk be, meglehetősen az elmaradott országok között volt hosszú ideig, még a második világháború után is, és láthattuk, hogy akkor hol volt a fejlettségben hazánk, és hol volt Svédország. Pedig a két világháború között Klebersberg Kuno közoktatásügyi miniszter komoly erőfeszítéseket tett az oktatási színvonal emelésére. Emlékezetes dolog, hogy az egyik parlamenti beszédében azt mondta, hogy a honvédelem számára kér pénzt. Mondták, de hát miniszter úr maga, közoktatási miniszter azt mondta, igen, de hadifontosságú, nemzetbiztonságú kérdés az oktatás. Azt hiszem, szavai ma is érvényesek lehetnek. Minden szempontból rendkívül fontos az oktatás, és természetesen az arra szánt összegek is. Csak hogy hát a műveltségi szint emelése nem megy egyik napról a másikra. Hosszabb időben, hosszabb folyamat. De akkor is még felvetődik a kérdés, hogy mitől lesznek az emberek érdekeltek abban, hogy tanuljanak. És hogyan tudják ezt a tanulságot a gazdaságban hasznosítani. Vagyis mi a végső oka egy-egy országban, a népesség hozzáállásának a munkához, az értéket termelő munkához és a tanuláshoz, és milyenek az egyes országokban az intézmények, mitől függ ez? Mi szabja meg a társadalmi együttélés szabályaihoz való viszonyulását a társadalomnak? Hát egyik lehetséges magyarázat mindenképpen a vallás. Annyi mindenre hat, kultúrára, intézményekre, társadalmi szerveződésekre, civil szervezetekre, hát akkor hogy ne lenne a gazdaságra is hatással? Az elmúlt évtizedekben a vallások gazdasági társadalmi tanításával egyre többen foglalkoztak. Sok könyvet, tanulmányt olvastam a témáról, és magam is írtam erről több publikációt. Igen, nem véletlenül mondtam, hogy társadalmi gazdasági tanításról, mert általában az egyházak tanítását, mint a társadalmi tanítást idézték, és egyre jobban előtérbe került, hogy szociológiai, pszichológiai, politikai vonatkozások mellett a gazdasági helyzet, egyházi, vallási megítélése is nagyon fontos. Niall Ferguson egy híres könyvében, amelynek a címe A civilizáció, azzal az anekdotával vezette be írását, hogy kínai tudós küldöttség jött Nagy-Britanniába, hogy a fejlettségbeli különbségek magyarázatát tanulmányozza. Arra a következtetésre jutottak, hogy az összes intézményi tényező közül a legfontosabb talán a vallás. A kereszténység, amely a nyugati országokat jellemzi, és azért, mert ez lényegi ösztönzést adott az alkotó tevékenységre. Jól tudjuk, hogy Kínában alapvetően a konfucianizmusnak egy népi változata elterjedt vallás, ha azt vallásnak tudjuk nevezni, taoizmussal, buddhizmussal kicsit keveredve. De érdekes, hogy megállapították a tudósok, hogy ezek a vallások talán kevésbé ösztönöznek a gazdasági tevékenységre, mint maga a keresztény vallás. A katolikus egyház részéről számos pápai enciklika és megnyilatkozás foglalkozott a vallás és a gazdaság összefüggéseivel, hát mindenek előtt a 19. század vége óta. Ezek az anyagok kevésbé empirikus elemzéseket tartalmaznak, és inkább arról szólnak, hogy kellene viszonyulni a gazdaság kérdéseihez a vallásnak. Hát 1981 volt a Rerum Novarum, amely az első kifejezetten társadalmi-gazdasági tanítást tartalmazó enciklikája volt a katolikus egyháznak. Sokszor elmondtam már különböző előadásaimban, hogy eléggé elkésett ezzel az egyház.
a gazdasági kérdések figyelembe nem vétele nagy hiba volt, mert a 19. században átadta terepet az ezzel foglalkozó baloldali világnézeteknek, mindenekelőtt a marxizmusnak, és így a széles néptömegek, akik a kapitalizmusban a bázisát alkotják a társadalomnak, kicsúsztak az egyház kezéből, mert, hogy így mondjam, beleestek a szocialista mozgalmak elméletének, hát mondjam azt, hálójába. Hiszen azok jobb életet ígértek nekik, és ehhez ugye a marxizmus esetében a forradalmi megoldást szorgalmazták, de hát akárhogy is vesszük, igazságuk volt a baloldali nézeteknek is a helyzet elemzésében, abban, hogy tűrhetetlenül nagy nyomorúságot szabadított a kapitalizmus kezdete a társadalom széles rétegeire. Természetesen a Rerum Novarum enciklikában a katolikus egyház leszögezte, hogy fontos a magántulajdon, ami a kapitalizmus alapja, de fontos az is, hogy az emberek megélhetését biztosító tisztességes jövedelemhez jussanak a munkások, és ez a munkáltatóknak is kötelességük, a tőketulajdonosoknak is kötelességük. No hát ez nem ment egyik napról a másikra, ki kellett harcolnia a munkásságnak a szakszervezeti mozgalom és egyéb más mozgalmak révén azt, hogy bizonyos mértékig az ő érdekeiket is figyelembe vegyék. Hát nagyon jól tudjuk, még a 20. század elején a magyar irodalomból, hogy bizony nagyon nyom, a történelemből is, de az irodalomból is megjelenik, hogy milyen nyomorúságosan éltek az emberek, hogy a munkanélküli helyén a kapszlit nő kabdossas, elfakult fejű kisgyerek a könnyűipari gyárakban. Hogy kitántorgott Amerikában 1,5 millió emberünk, és ennél valójában sokkal több, mert nem tudott megélni. Hogy dologházakba vitték a 19. században még az embereket, akik munkanélkül voltak, holott szerettek volna dolgozni, csak nem találtak munkát, mert elűzték őket földjeikről, és nem volt megélhetésük, és nem volt elegendő munka lehetőségük. Úgyhogy tulajdonképpen a társadalmi helyzet alakulásának az értékelésében a Rerum Novarum nagyon is időbe jött, és utána, sőt mondhatnám egy kicsit későn, és utána a katolikus egyház enciklikái folyamatosan és sorozatosan foglalkoztak a katolikus egyház gazdasági tanításával, és hasonlóképpen alakult ez a egyéb más keresztény felekezeteknél is. A magunk részéről azért emeljük ki különösen 16. Benedek pápánkat, mert az ő elemzése már korunkban született, és elég részletesen belemélyedt a globalizáció gazdasági problémáiba is. Én elolvastam a Caritas in Veritate enciklikát A-tól Z-ig, és mondhatom, hogy olyan gazdasági elemzés van benne, amelyet tanítani kellene minden közgazdasági egyetemi hallgatónak, sőt azt kell mondanom, hogy minden értelmiségének, és ezen is tovább, mert minden embernek ismernie kellene ezeket a tételeket megfelelő, értelmes, egyszerű megfogalmazásban. Ferenc pápa, aki az egyszerűbb megfogalmazásoknak a híve, pedig számos megnyilatkozásában és enciklikájában is foglalkozott a szegénység gazdasági okaival, hiszen ő a fejlődő világból jöve nagyon is látja, hogy milyen társadalmi igazságtalanságok húzódnak meg a jelenlegi nagy jövedelem differenciák mögött. De azt is mondhatom, hogy tulajdonképpen a vallás gazdasági tanításaival, vagy hitünk gazdasági tanításaival nem csak az újkorba kezdtek el foglalkozni, hanem már a nagy egyháztanítók is megnyilatkoztak számos gazdasági kérdésről. Na de hát a modern kor emberére, aki már bizony elég szerény nemzetközi
történelmi ismeretekkel rendelkezik, inkább azok a publikációk lehetnek nagyobb hatással, amelyek empirikus felméréseken alapulnak. A vallásnak a társadalmi kérdésekkel foglalkozó egyházi emberei is hangsúlyozzák azt, mint török professzor például, hogy mennyire fontos az empirikus bemutatása az állításainknak. Az emberek már manapság azt értik meg jobban. És tény, hogy kimutatható kapcsolat van a vallás és a gazdasági eredmények között. Egy olasz származású amerikai szerző, Luigi Singales és számos társa a közelmúltban egy igen alapos munkát végzett, amelybe ez alkalom egy kicsit részletesebben belemerülünk. Van egy olyan felmérés, amely a világ értékrendszerét követi nyomon, a World Value System. Ez 1981 és 97 között számos adatot gyűjtött 66 országból, amelyek tartalmaztak válaszokat a vallási elkötelezettségre, a vallás gyakorlás intenzitására, és arra is, hogy az emberek milyen vallásos nevelést kaptak gyerekkorukban, vagy ezt fontosnak tartják-e. Bizony ezeket az adatokat, az így jelzett szociológiai felmérés adatait össze lehet kapcsolni az egyes országok gazdasági mutatóival, és így alkalmas bizonyos következtetések levonására, mondván, hogy ha ilyenek az általános vélekedések egy-egy országban a vallással kapcsolatban, akkor feltehetően ez egy magyarázat is, legalábbis részben, az adott ország gazdasági eredményeire. Meg kell mondanom, hogy ez a felmérés már nem ma készült, kissé régiek ezek az adatok, egy 10-20 évvel ezelőtti helyzetet tükröznek, de a társadalmi normák viszonylag lassan változnak. Ugyanaz igaz, hogy a Putyin előtti és utáni vallásosság például Oroszországban biztos, hogy más. Tehát amit ezek az adatok itt majd mutatni fognak nekünk, bár nem merülök el a számokba, de mutatják, hogy bizony Oroszországban hát a vallás eléggé háttérbe szorult. Ezek a Putyin ideje alatt, amikor, ne haragudjanak, hogy így fogalmazok, de divattá lett vallásosnak lenni, mert élen jár az egykori GPU főnök, aki most ugye kormányfő vagy miniszterelnök, élen járt abban, hogy a vallási szertartásokra elmenjen. Akkor az emberek is rájöttek, hogy talán ez mégsem olyan idejét múlt dolog. Egyébként azt is meg kell jegyeznem, hogy maga az abszolút ateista Sztálin is előránk cigálta a vallásosságot a második világháborúban, mert hiszen önfeláldozásra nevelne az embereket, valami fajta hit nélkül nagyon nehéz volt akkor is. És amit még én elmondhatok, számomra nagyon meglepő és csodálatos dolog volt a 70-es években, a konszolidált szocializmus, kommunizmus éveiben. Én találkoztam olyan munkatársakkal a Szovjetunióból, akik nekem személyes barátként megnyíltak, és elmondták, hogy még milyen régi vallási hagyományokat ápolnak a hazájukban. Tehát nem könnyű kiirtani sem a vallásosságot erőszakkal, de nehezen is változik meg, megjegyzendő oda is, vissza is lassúak a változások. Ezt majd kicsit bővebben elmagyarázom. Azt is valószínűleg tartom, hogy ha kínai adatokat jobban figyelembe vették volna ennél a felmérésnél, amit én most idézek, itt csak töredékes volt, akkor szintén befolyásolná a képet. Mert hiszen manapság azt kell mondanom, hogy állami normává tették a konfucianizmus támogatását az egyébként továbbra is marxista alapokon álló Kínába. No nézzük tehát, miről is szól az a tanulmány, mire koncentrál, amelyből én szeretnék most egy kicsit idézni. Hát arra, hogy milyen az emberek közötti kooperáció, hogyan viszonyulnak a nők a valláshoz,
az államhoz, a kormányzathoz, a törvényi szabályozáshoz, mi a véleményük a piacgazdaság működéséről és a takarékosságról. Az emberek közötti kooperáció vizsgálatánál különösen a bizalom és tolerancia kérdésére fókuszáltak. Ezek ugyanis nagyon fontosak a gazdasági együttműködés szempontjából. A nőknél, akiknek ma már a világban igen jelentős a gazdasági szerepe is, azt nézték, hogy vajon melyik nemnek van előnye a munkához jutásnál, amikor szűkösek a munka lehetőségek. Hát aztán azt is elemezték, hogy vajon a férfiak egyetemre jutásánál van-e előny számukra, férfinek lenni előnyt jelente a felsőfokú képesítés megszerzésekor. És azt is elemezték, hogy vajon a férfiak és a nők egyaránt hozzá kell, hogy járuljanak-e a családi jövedelemhez, hiszen a régebbi időkben az volt a hagyományos, hogy egy kereső van, és akkor a feleség, idézőjelben mondom, nem dolgozik, csak otthon van, mintha az nem lenne munka. De az jövedelmet nem hoz. Tehát a mai világban, amikor nézzük az egyfőre jutott családi jövedelmet, ehhez hozzá kell mindkét félnek járulnia. Érdekes módon a kormányzatban is a bizalomra kérdeztek rá, a jogszabályozási kérdések vallási megítélésénél pedig azt nézték meg, hogy a különböző vallásfelekezethez tartozók mennyire veszik szigorúan a szabályokat, hajlandók-e megkerülni a törvényeket, adót csalni, például lógnak-e a közlekedési eszközökön, a közösségi közlekedési eszközökön, vagy esetleg hajlandóak-e bizonyos dolgok eléréséhez kenőpénzt fizetni. Azt is vizsgálták ebben a felmérésben, hogy a jövedelemkülönbségeket indokoltnak tartják-e, mint a piacnak egy velejáróját, és azt gondolják-e, hogy jobb teljesítményekre ösztönöz az, hogy a jövedelmek differenciáltak. Vagy inkább talán esetleg az embereknek az a véleménye, hogy a verseny kíméletlenségre ösztönöz. A takarékosság és a pazarlás témájánál azt vették indikátornak, hogy például ezeket a gondolatokat mennyire tartják fontosnak a gyerekek bevaló belenevelésbe, tehát milyen korán tartják fontosnak az egyes vallásfelekezetek, hogy a gyerekeiket ezekre az erényekre ráneveljék. A mintába tudatosan ügyeltek arra, hogy belevonjanak különböző nemű és korú személyeket, olyanokat, akinek eltérő az egészségi állapota, figyelembe vették a merítésnél azt is, hogy milyen jövedelmi kategóriához tartoznak az emberek, milyen a tanultsági színvonaluk vagy társadalmi presztízsük. Azt állapították meg, hogy a vallásos emberek általában olyan vonásokkal jellemezhetők, amelyek a szabad piacgazdaságot és intézményeit preferálják. Jobban bíznak egymásban, a kormányban is, kevésbé szegik meg a törvényeket, és bíznak abban, hogy a piac fair módon mutatja az eredményeket. Az ösztönző elemek, a verseny és a magántulajdon kérdésében már vegyesebb a kép. Kifejezetten negatív a vallásoknál többnyire a nőkhöz és az idegenekhez való hozzáállás. Ez tehát azt mutatja, hogy a vallásos emberek nem vallásos emberekhez képest némiképp kevésbé pozitív képet mutatnak. Függ a hatások intenzitása attól is, hogy az emberek milyen komoly vallásgyakorlók, ezt is mérték. Például, hogy milyen sűrűn járnak templomokba, vagy egyházi szertartásokra, hetente, évente, egyszer, stb. A bizalom erénye a vallásukat valóban sűrűn gyakorlóknál erősebb, kevésbé függ a neveltetésüktől. Tehát aki idősebb korába tér meg, de vallásgyakorló lesz, az is osztja ezeket a nézeteket. Az intolerancia azonban erősen függ attól, hogy milyen elvek szerint nőttek fel a különböző generációk, vagyis számít a gyerekkori neveltetés. A szertartások látogatása, tehát azt is nézték, hogy mennyiszer járnak szertartásokra, nem teszi az embereket általában toleránsabbá, mint az átlag, és ahogy előbb már mondtam, ezek az emberek, akik egyébként ide járnak, kevésbé tisztelik a női jogokat. Hát a modern élet kritériumainak ezek bizony modern polgári politikai korrektségnek nem felelnek meg.
De mind a gyakorló vallásosság, mind a vallásos neveltetés pozitív hatása viszont az állam és az intézményei iránt tanúsított magatartásban, vagyis jobban bíznak benne és tisztességesebben viselkednek, mondjuk például az adófizetésnél. A bizalom növekedését azonban kifejezetten csak a keresztények templomba járó rétegeinél találták erősnek. A többi vallásnál nem volt kimutatható, tehát a keresztényeknél az, hogy rendszeresen templomba járó valaki, ott a bizalom egymás iránt nagyobb. A protestánsoknál még inkább mérhető volt, mint a katolikusoknál. A vallások mindegyikénél, a buddhistákat kivéve, nagyobb intolerancia tapasztalható, mint ahogy mondtam, mint a nem vallásos embereknél. Ez érdekes tehát, hogy a buddhistáknál, de hát ezt ugye nagyjából közemberként is látjuk, nagyobb a tolerancia. A hinduk és a muzulmánok a leginkább intoleránsok a felmérések szerint az immigránsokkal, a másfajtájú emberekkel, más fajtájú és más vallású emberekkel. A kormányzatban általában erősebb a hit, ugye? Érdekes módon a buddhistáknál nem. A hinduknál és a muszlimoknál inkább. És a katolikusoknál és protestásoknál is kevésbé jellemző a kormányzatba vetett hit. A női jogok tekintetében az összes vallás, ahogy mondtam, konzervatív, leginkább a muszlimok, ez nem lep meg bennünket. Ami a szegénységet illeti, a legtöbb vallás az emberek lustaságát hozza fel okként. Kivéve a buddhistákat, akik mindig is a szemlélődést tartották a vallási nézeteik alapjának. A zsidóknál tapasztalható leginkább, hogy nagyon ellenzik az adóelkerülést. Ebben a kérdéskörben a protestánsok a második, a hinduk és a katolikusok a harmadik helyen vannak. A kenőpénznél és a korrupciónál érdekes módon már más sorrend adódott. Ezt a legjobban a buddhisták ellenzik, a protestánsok és muszlimok vannak a második helyen, és a katolikusok az utolsó. Ami a gazdasági ösztönzőket illeti, az a kifejezetten a protestánsok értenek egyet. Marx azt mondta, hogy a vallást az emberek találták ki, maguk vigasztalására, mert szerinte a vallás a nép ópiuma. Nehéz helyzetében ehhez folyamodik, hogy elbírja viselni a világot. Marx szerint nem a vallás alakítja az embert, hanem az ember a vallást. Max Weber, a híres szociológus, viszont fordítva gondolkodott. Ő nagy jelentőséget tulajdonított a lutheri tételnek, miszerint az emberek erkölcsi kötelessége a világi feladatok szép, rendes teljesítése. Igenis, a vallás befolyásolja az embert, és rajta keresztül a világot is. Max Weber szerint a kapitalizmus a protestantizmus szülötte. Ugyanakkor számos más kutató viszont arra mutatott rá, hogy azok az intézményeket, amelyeket Weber a protestantizmus termékének tart, már korábban is léteztek, sőt, Rodney Stark, egy keresztény szociológus egyenesen úgy fogalmaz, hogy más vallásokkal szemben, amelyek a misztériumokat hangsúlyozták, a kereszténység az ész vallása volt, így kezdetektől fogva megalapozója a felvilágosodásnak már Tertullianusra a második századtól kezdve. Az ő véleménye szerint a protestantizmus nem magával hozta a felvilágosodás gyümölcseként a kapitalizmust, inkább túlzásba vitte az egyébként is létező piaci szemléletet. Hát erről lehet, hogy különböző vélemények vannak, de az biztos, hogy a protestánsok a keresztény felekezetek közül a leginkább gazdaságilag aktívak. A magántulajdonnal kapcsolatos nézetek is megoszlanak a hívők között. A hívő katolikusok kétszer olyan intenzíven támogatják a magántulajdont, mint például a protestánsok. Ez meglepett engem. A muszlimok és hinduk erősen versenyellenesek. Nem lehet azt mondani persze, hogy a hinduk aszkétizmusa az anyagi világ ellen van, hiszen a híres elbeszélés gyűjtemény, a Panchan Tantra, szanszkrit írás azt írja, hogy a szegénység átok rosszabb, mint a halál, és a vagyon erőt, önbizalmat, hatalmat ad. Tehát nem ellenzi a hindu vallás sem a vagyonosodást. Egy izraeli szociológus professzor Eisenstadt azt emelte ki, hogy a vallások esetében nagyon fontos,
hogy a fejlődéshez hogyan tudnak alkalmazkodni a világ változásaihoz. Nem alapelveikben, de mégis a tanításaikban bizonyos mértékig. Ebben a protestantizmus előnyeit hangsúlyozta a keresztény vallás felekezetek közül, és megemlítette, hogy az iszlám, mivel a tanítás formái megmerevettek az iszlámban, kevésbé voltak alkalmasak a társadalmi fejlődés nyomon követésére. Tudjuk, hogy egy hangot nem lehet változtatni a középkor óta a Koránon. És sokszor szó szerint értelmezve ez a mai világban elég furcsán hat. A közelmúlt kutatásai arra irányultak, hogy a vallások milyen attitűdöket, milyen magatartási normákat, formákat erősítenek meg az egyénekben. Vajon ezek segítik-e, vagy gátolják a gazdasági fejlődést? Egy kutató Putnam szerint a katolikusok szemlélete vertikális, a protestánsoké horizontális. Tehát mi jobban hierarchikusan vagyunk nevelve, és a protestánsoknál az, hogy a emberek közötti kapcsolatra jobban ügyelnek, ez az egymás közti bizodalmat erősíti, erre utaltam már, de hiszen ez a gazdasági kooperáció alapja, a gazdasági fejlődés pedig nagyon nagy mértékben függ az együttműködéstől. És hát, ha látjuk, hogy növekedtek gazdaságilag a protestáns országok, akkor egészen biztos, hogy ennek a kooperációs hajlandóságnak nagy szerepe van. Például egyesek gazdaságtörténeti tényekkel azt bizonyították, hogy 1550 és 750 között, tehát az alatt a 200 év alatt, az alapvetően protestáns országokban gyorsabban nőttek a bérek, mint a katolikusokban. Persze ezeket azért némi óvatossággal kell mindig kezelni, ezeket az ok-okozati összefüggéseket, mert nagyon nehezen különböztethetők meg a kifejezetten a vallásnak, illetve az egyéb más társadalmi tényezőnek betudható eredmények. Például, ha egybevetjük a katolikus és protestáns átlagbéreket az USA-ban, akkor egy ellenkező tapasztalatunk lehet a modern korban. Ugyanis a katolikusoké magasabb, mint a protestánsoké ma Amerikában átlagosan. Tehát ezt mutatták ki a felmérések. Mi ennek az oka? Nem alapvetően, vagy nem, hogy is mondjam, csak közvetetten csak a vallási különbség, hanem konkrétan az az oka, hogy a katolikusoknak jobb az oktatási rendszerük. Miért? Azért, mert Amerikában a jogrendszerben az egyház és állam szétválasztása során nem kaptak támogatást azok az iskolák, amelyek vallási identitásukat kifejezésre juttatták. Tehát ha azt mondta, hogy én egy protestáns felekezeti iskola vagyok, akkor nem kapott volna állami támogatást, és erről a protestánsok ezért lemondtak. Nagy érték, hogy a katolikusok megtartották, és vállalták azt, hogy állami támogatás nélkül fognak óvodától iskoláig kifejleszteni oktatási intézményeket. Hát ezt pedig csak úgy tudták megvalósítani, ez John Lukácstól tudom, a nemrég elhunyt híres magyar származású történésztől, aki Amerika 20. századi történetét megírva erre rámutatott. Ha egy iskolában elég sokat kell fizetni, már az alap szinteken is, mert az állam nem ad támogatást, akkor nyilván a legjobb színvonalat kell az oktatásba biztosítani, ez aztán végiggyűrűzik, és ennek következtében jobb képességekkel, képzettséggel kerülnek ki az életbe, és jobb elhelyezkedési és jövedelmi lehetőségekhez jutnak. Tehát ez nagyon érdekes sajátossága a modern kornak. Az is érdekes, hogy a katolikusoknál a kor is számított, tehát csináltak egy olyan futtatást, mert hiszen ezeket, mint számítógépen futtatták le ezt a rengeteg felmért adatot, amelyben a vatikáni zsinat előtt és után születettek esetében vizsgálták ugyanazokat a tényezőket. Hát roppant tanulságos volt, hogy azoknál az embereknél, akik a második vatikáni zsinat után születtek, számos esetben sokkal pozitív képet festettek a 2002 körül felmért eredmények, mint általában.
Egyértelműen tűnik a zsinat hatása, hogy toleránsabbá váltak a katolikusok, és a vagyoni különbségeket is kevésbé tartják ma már a lustaság következményének, hanem inkább annak, hogy a körülvevő világ hogy van felépítve. Ahogy II. János Pál pápa mondta, tele vagyunk strukturális bűnökkel, amelyek abból erednek, hogy hogy épül fel a világ. Ez egy kicsit Eisenstadtnak a megállapítását látszik igazolni az izraeli tudósnak, aki azt mondta, hogy a vallás bizonyos értelemben tud alkalmazkodni a kor követelményeihez, és lám ez a katolikus egyház esetében is egy nagyon fontos reform kapcsán igaznak tűnik. Összességében véve, más világvallásokkal egybevetve azt állapíthatjuk meg, hogy azért a keresztény felekezetek inkább mutatnak fel olyan tulajdonságokat az embereknél, amelyek a gazdasági növekedés elősegítését szolgálják, mint a többi vallás. A leginkább piacellenesnek a muszlimok tűnnek az idézett felmérés szerint. A protestánsok jobban bíznak az ösztöndőkben, a katolikusok pedig inkább a pazarlás és a verseny favorizálását helyezik előtérbe. Legalábbis, még egyszer mondom, a 2002-es év táján elvégzett felmérések következtében. Most vagyunk 2020-ban, hát ahhoz képest egy kicsit régebben volt ez, de ahogy említettem, nem elég gyorsan változnak a vallási jellemzők, és ezért talán érdekesek lehetnek ezek a következtetések napjainkban is. Egyébként ebből a felmérésből számos más érdekes következtetést is levonhatunk, például felmérték a World Value System alapján, hogy milyen a vallásosság a különböző országokban, és ebből nem csak időbeli, de térbeli különbségek is láthatóak. Azok az országok például, amelyek a szocialista kísérlet alanyai voltak az elmúlt 70 évben, hát elég sok a hasonlóság. Hatásos volt többnyire náluk a keresztényellenes, vallásellenes propaganda, kevés ország, talán a igen keresztény Litvánia és Lengyelország az, ahol még sokan vallják magukat vallásos emberek, nagyon sokan vallják vallásos emberek, kevesen tagadják, hogy létezik Isten, de a legtöbb volt szocialista országban elég magas az Istenben nem hívő emberek aránya, még tán egy kicsit magasabb, mint a nyugati országokban, ahol a liberalizmus is megtette a maga áldásos hatását. Tehát az a liberalizmus, amin mi most ezt a elvilágiasodott, anyagias, materialista életvitelt értjük, nem a Eötvös Józsefi nemzeti liberalizmust. Például a KKR kiemelten nagy volt a kelet-német területen az Istenben nem hívők aránya 2002-ben, 60%. Szóval látszik, hogy az egyes országok politikai rendszerének jelentős hatása lehet a vallásos világnézet terjedésére. Én már máskor is említettem talán kedves hallgatóinknak, hogy az én ismertségi körömben is volt a szocializmus ideje alatt olyan család, ahol az első két gyereket még megkeresztelték, de már a 70-es években, amikor idézőjelben mondom ezeket a szavakat, nem volt divat vallásosnak lenni, akkor a harmadik gyereket már nem keresztelték meg, és csak bizony később került sor arra, hogy mégiscsak úgy döntöttek, hogy talán pontosabban a gyerek maga is szeretett volna megkeresztelkedni. Hát ugye, ha állandóan azt mondjuk, hogy csak a buta emberek, akik mákonynak tekintik, a ópiumnak tekintik a vallást, azok vallásosak, akkor ha ez terjed és állandóan súlykolják az emberek fejébe, akkor le lehet nevelni az embereket a vallásosságról sajnálatos módon úgy, hogy nem igazán adnak helyette mást. Viszont az is nagyon szomorú, hogy ahogy említettem, Európa nyugati részében is, északon főleg, is erősen visszacorult a társadalomban a vallásosság, jó példa erre a svédek. És hát igaz, ami igaz, a magyar trend a nyugatot erősen követte. Hát izgalmas kérdés, hogy mit hoz majd a jövő a vallási tendenciák alakulásának. Lesz-e jelentős szerepe a gazdasági különbségek magyarázatára a jövőben?